Szeretettel köszöntök mindenkit, az Aquincumi Múzeum bemutatójának második része következik. Az előzőben megismertük a két ma is látogatható Aquincumi szentélyt, most pedig a bikaölés jelenet alakjait nézzük meg közelebbről, majd a csillagászati vonatkozásokkal fogunk foglalkozni, zárásként pedig a kultusz végnapjaival. Emlékeztetőként újra felidézzük a Symphorus Mitraeum helyreállított védőépületének képét kívülről, amelynek a belső részében láthatjuk a kipótolt és helyreállított központi kultuszképet. Ugye a szoporcsoport feliratmaradványából állapították meg, hogy az adományozó Symphorus és Marcus lehetett, innen kapta nevét a szentély. Mitraszt általában piros filik sapkában és perzsa módra nadrágban ábrázolják, de a lengőköpeny is egy tipikus elem. A jelenetben Mitraszt ránehezkedik a bikára, és egyik kezével hátra feszíti a bika fejét, a másik kezében levő törrel pedig a nyaki ütőerét vágja el, vagy az oldalába szúrja, attól függően, hogy a készítőnek hogy sikerült megoldani a kérdést. És fontos megjegyezni, hogy Mitraszt a művelet közben sosem néz a bikára. Két kísérője is van, a fáklya hordozók, Kautesz, aki felfele tartja a fáklyát, és Kautopátesz, aki lefele. És Mitrasznak állatok is segítenek. Ugye egyfelől ugye ott van a kutya, amely nyalja a sebből csorgó vért, a kígyó, amely úgy szintén oda tartja a fejét, és a skorpió, amely az ollóival támadja a bika heréjét. Amit még meg kell jegyeznünk, mert később jelentősége lesz, hogy a bika farka kalász formájú. A köpenyen pedig általában egy holló ül. Itt már nem maradt meg, de ez is egy tipikus elem. Egyes területek kultuszképein pedig még a kígyó környékére oroszlánt és kejhet is elhelyeztek, de ez Pannoniában nem jellemző. A kompozíción kívül pedig még ábrázolni szokták a bal oldalon fönt Sol napistent, és a jobb oldalon fönt Luna holdistennőt. Ugye ez a jelenet egyébként nincs a perzsa változatban, de annak sincs régészeti nyoma, hogy a rómaiak a szentélyen belül végeztek volna bika áldozatot, tehát valószínűleg szimbolikus jelentéssel állunk szemben. Ugye lehet olyan magyarázat, hogy Mitrász, aki a fényt vagy a napot jeleníti meg, legyőzi a sötétséget jelentő bikát, és ezzel elhozza a fényt a világnak, vagy új élet keletkezik, esetleg megnyitja az utat a beavatottak számára, a végbe, és sokáig próbálták úgy az értelmezést a perzsa változathoz igazítani, de a 20. század végi kutatásokban kezdtek előtérbe kerülni a csillagászati megoldási javaslatok. Ugye azonban sajnos itt sem jött létre egységes álláspont, többféle elmélet is van forgalomban, illetve van olyan, aki egyáltalán nem fogadja el a csillagászati vonatkozások létét. És nem csak a kultuszképpel kapcsolatban merültek fel ötletek, de a szentély belső, mint a kozmosz kicsinyített mása is szóba került. Ugye eleve a barlang maga a kozmosz kicsinyített mása, és mondjuk belül lehet csillagokat, csillagképeket vagy bolygókat ábrázolni, és akkor ezzel jeleníthetik meg. Ugye Aquincumban nem találtak csillagképábrázolást, de egy itáliai példa alapján a Symphorus védőépület belső kialakításakor jelzésértékkel felkerültek a falakra az állatövi csillagképek nevei, 6 az egyik oldalra és 6 a másikra. Ugye ezek a nevek ismerősek lehetnek számunkra, mert megegyeznek a ma is használatos horoszkópjegyek neveivel, csak az időpontok a valóságban mára már elmozdultak, de még mindig ugyanazokat az időpontokat használjuk mi is. Ugye a képen a rák és az ikrek latin nyelvű feliratait láthatjuk. Ha csillagképek szentélybeli jelképes elhelyezését figyeljük, akkor a mikaölő Mitraszt lehet a tavaszi napi egyenlőség helyén, és utána, ha nekünk jobbra lesznek azok a csillagképek, amelyeknek ugyanazok a nevei, mint a téli és az őszi horoszkópjegyek nevei, a bejárat lesz az őszi napi egyenlőség helye, és aztán a másik oldalon pedig azok a csillagképek vannak, amelyeknek a nevei ugyanazok, mint a nyári és a tavaszi horoszkópjegyek nevei.
Ja, nem csak a csillagokat ábrázolták ebben a minta itáliai szentélyben, hanem a bolygókat is, és ez alapján itt is visszakerültek, vagy felkerültek a bolygók nevei a helyreállított kőbázisokra, három az egyik oldalra, és három a másikra. Ugye, ha emlékszünk rá, akkor 7 bolygó van, de a hetedik az azért nincs oldalt, mert az a nap és a bikaülés jelenet Mithrasz alakjával azonos. És ha már elindultunk így a csillagok irányába, akkor tovább megyünk, és kivetítjük az első századi égbolt képét a Stellarium nevű ingyenesen letölthető planetárium programmal, és ott fogjuk tovább folytatni. Ez pedig már a Stellarium program. A helyszínünk Róma környékén a tengerben lesz, délfelé nézünk, nézhetünk egyébként északi irányba is, de azok a csillagképek, amelyek számunkra fontosak lesznek, délfelé láthatóak. Az időt pedig visszatekertük az első század végére, a római korba, méghozzá a tavaszi napi egyenlőség idejére, amely egy fontos időpont volt a Mithrasz kultusz híveinek számára, és megfigyelhetjük itt Rómában, hogy ezen a napon a nap pontosan keleten kell, dél felé látjuk majd delelni, és a nyugati oldalon lenyugodni. Ez a rajzolt ív, ez a nappálya íve, és mivel a félgömböt kellett síkba kivetíteni a program készítőinek, ezért az időgyorsítás miatt mi most váltakozni látjuk ezt az évet, de majd ha elérünk a napnyugtához, akkor látni fogjuk a szép nappája évet. A csillagképekkel ugyanez lesz majd, tehát megjelenik itt a szélén egy csillagkép nagyban, aztán összemegy, a szélén pedig majd megint nagyban, de a valóságban természetesen mindenhol ugyanakkorák a csillagképek. A napnyugta után majd megfigyelhetjük, hogy megjelennek az égen a csillagok és a bolygók. A bolygók közül, amit ők bolygónak tartottak nyilván, itt most láthatjuk a Jupitert, a Merkurt, a Vénuszt, és ugye ők a Holdat is odasorolták, az Urániuszt viszont ők nem látták, és van még egy bolygó itt fönt, a Szaturnusz, és a Mars most itt nem látható, de később még majd látni fogjuk. Megfigyelték azt, hogy a bolygók a csillagokhoz képest rövid időn belül is elmozdulnak, és méghozzá ugyanazon az íven, amelyen a nap halad nappal, ezért nevezték el őket bolygóknak. Például, ha ugyanabban az időpontban felnézünk az égre, de a következő napon, akkor látni fogjuk, hogy itt a Vénusz és a Hold, például ezen a két napon, sőt három napon, elég nagy távolságot tett meg az égen. De nem csak a bolygók állapotát figyelték, hanem a csillagokat is. Gondolatban csoportosították őket, elnevezték őket csillagképeknek, és meg is nézzük. Sokkal kevesebb csillagképet tartottak ők nyilván, mint manapság, tehát mi most többet fogunk belőle látni. És a vonalas ábrázolást, ezt láthatjuk sokszor manapság, de ők nem így ábrázolták az ókorban a csillagképeket, hanem figurákként, úgyhogy most mi is azt fogjuk nézni. És elsőként azokat a csillagképeket fogjuk megnézni, amelyekkel már találkoztunk, a bizonyos állatövi csillagképekkel, amelyek szintén a nappálya környékén helyezkednek el. Ezeket egyébként Mezopotámiából vették át a görögök, aztán tőlük a rómaiak. És nézzük is meg, hogy melyek ezek a csillagképek. Ugye itt látjuk a kost, a bikát, az ikreket, a rákot, aztán az oroszlánt és a szüzet. És ha kicsit felgyorsítjuk megint az időt, akkor láthatjuk, hogy ha nyugati oldalon lenyugszik egy csillagkép, akkor a keleti oldalon felkel egy újabb, ugye a földforgása miatt. Láthatjuk, itt most megjelent nekünk a Mars bolygó is, tehát láthatjuk az állatövi csillagképek közül a mérleget, a skorpiót,
a nyilast, aki egy kentaur, és a bakot, aminek az az érdekessége, hogy itt egy halfarkú végződése van. Itt van a vízöntő, és végül pedig a halak csillagkép. Ugye megfigyelték azt, hogy az éjszaka folyamán 11-et láttak, például a tavaszi napi egyenlőség idején, és a 12-et nem. Ugye kikövetkeztették, hogy ez azért lehet, mert a nap azzal a csillagképpel együtt kel fel, tehát abban a csillagképben tartózkodik éppen, és ugye ez az első században a halak csillagkép lett, ami azért érdekes nekünk, mert ugye a horoszkóp időpontokra emlékszünk, akkor a tavaszi napi egyenlőség idején, ami ugye naptárunk szerint március 21-e környéke, akkor a kos csillagjegy kezdődik. Tehát itt a kosban kellene lennie a napnak, és az azért van, mert az időpontok korábban keletkeztek, tehát korábban időpontot mutatnak, mint az első század, viszont nagy valószínűséggel még a Mithrasz hívek is egyébként ezt használták. És azt is megfigyelték, hogy nem marad ez mindig így, hanem ahogy telnek a napok, a nap mindig halad egy következő csillagkép irányába. Ugye mi most nappal látjuk ezt, ők nem láthatták nappal, tehát ők az éjszakai égbolt megfigyeléséből jutottak arra a következtetésre, hogy átkerült aztán a kos csillagképbe, később pedig a bika csillagképbe. Ugye minden hónaphoz tartozott egy csillagkép, gyakorlatilag így a horoszkóp jegyek felosztása alapján, és végigment a nap az év folyamán mind a 12 csillagképen. Ami nehezíti nekünk egy kicsit az elképzelést, hogy ugye ahogy a csillagképek nem egyforma nagyságúak, de ezt úgy oldották meg, hogy felosztották az égboltot 30 fokonként, és akkor így kijött az, hogy melyik csillagképben járt hivatalosan a nap, és mikor. Hogyha visszatérünk most ide, a halak csillagképbe, és gondolatban levesszük az földfelszínt, akkor nézhetjük úgy is, hogy az állatövi csillagképek egy kör mentén láthatóak, és a Mithrasz hívek pontosan így ábrázolták néhány szentélyben, méghozzá úgy, hogy itt középen volt egy, mondjuk egy bikaelés jelenet, és körben pedig az állatövi csillagképek, az, hogy mondjuk melyik volt felül ezek közül a csillagképek közül, ez változik. És ha emlékszünk a szentély elrendezésre, ugye 6 csillagkép volt az egyik oldalon, és 6 a másik oldalon, akkor ezt mi is nagyon könnyen most előállíthatjuk úgy, hogy képzeletben ugye kifektetjük ezt a kört így vízszintesbe, és itt elvágjuk ketté a halak és a kos, illetve a mérleg és a szűz között, kicsit egy mérleg és a szűz között, és azok a csillagképek, amelyek bal oldalon vannak, azok kerültek a szentélyben is bal oldalra, és azok, amelyek jobb oldalon vannak, azok is kerültek a jobb oldalra. Ugye ezzel kapcsolatban több bonyolult elmélet is van, ezekbe most nem fogok belemenni, viszont megnézzük a bikaölés jelenethez kapcsolódó ötleteket, amihez visszatesszük a földfelszínt, és egy kicsit visszatekerjük az időt is. És akkor nézzük meg, hogy a bikaölés jelenetben milyen figurákkal találkoztunk. Ugye ezzel kapcsolatban is több lehetőség van, hogy melyik figura mit jelenthet. Mi most a legegyszerűbb változatot vesszük, amikor egy-egy figura megfelel egy-egy csillagképnek. Ugye van mindjárt középen a bika csillagkép, amit itt láthatunk, aztán a két oldalt a fáklya hordozók lehettek a cikrek csillagkép, de őket egyébként szokás másnak is azonosítani, mert ellentétpárokat is jelenthetnek, például nappalt és éjszakát, illetve mondjuk tavaszt és őszt. Volt ugye egy kutya figuránk, az lehet a kutya, kiskutya csillagkép, vagy a nagy kutya csillagkép. Lehetett a kígyó, az az északi vízi kígyó,
Volt egy holló a köpenyen, az pedig a holló csillagkép. A bika farka, ha emlékszünk, ugye kalász formájú, itt a szűz csillagképnek, ha megnézzük, hogy a lány kezében mi van, akkor az egy kalász, és itt a spika csillag lehet, amelynek a jelentése kalász, tehát ez utalhat a szűz csillagképre így. Volt még egy figuránk, amelyet már ismerünk az állatövi csillagképek közül, és szintén ott van a jelenetben, ugye alulról a skorpiót láthattuk, ugye az is itt van. És volt két olyan figuránk, amely lehetséges, hogy egy másik ábrázoláson előfordulhat, az a kehely, illetve az oroszlán. És ugye itt nem minden csillagképet lehetett látni az ókorban is, én most azokat mutattam, amelyiket lehetett, és számon is tartottak. És ami még érdekes számunkra, hogy ki lehetett Mithrasz. És ez azért nehéz kérdés, mert nincs Mithrasz nevű csillagképünk. De azért vannak ötletek ezzel kapcsolatban, hogy ki lehetett Mithrasz. Például ugye úgy, hogy egy már létező, de más néven szereplő csillagképet beazonosítanak Mithrasszal. Ugye erre is van több ötlet. Az egyik például lehet az Orion, a másik pedig a Perzeusz. De az is lehet, hogy nem csillagképről van szó, hanem Mithrasz a nap, a bika pedig a hold, mert hogy a holdat is lehetett az ókorban bikaként azonosítani. És ugye melyik az a jelenség, vagy jelenet, amikor a nap és a hold harcolnak egymással? Ez lehet egyfelől a hold havi fény fázis változásai, ami minden hónapban megismétlődik, illetve lehet napfogyatkozás, vagy holdfogyatkozás. Ugye nehezíti itt is a dolgot, hogy nincs beavatottól származó forrása, amelyik mondjuk megemlíteni azt, hogy konkrétan melyik napfogyatkozást, vagy holdfogyatkozást kellene figyelnünk, de mutatni fogok egy olyan napfogyatkozást, ami több szempontból is nagyon érdekes lehet a számunkra is, illetve a Mithrasz hívek számára is. És ehhez egy kicsit előrébb megyünk az időben, mert hogy az már a 3. században történt. És akkor mindjárt megnézzük. És ott van a napfogyatkozásunk, kicsit felgyorsítva, és még az is érdekes, hogyha megnézzük, hogy milyen csillagképen történt, akkor azt látjuk, hogy az oroszlán csillagképben, ami az asztrológiában a napháza, és az a helyszín, vagy csillagkép, amelyben a nap a legjobban érezte magát, és ez valószínűleg az asztrológiai tudást azt használták a Mithrasz kultuszban is. És ha még gondolatban levesszük a légkört, hogy megnézhessük a bolygókat is, akkor azt láthatjuk, hogy nem csak a napfogyatkozás történt itt az oroszlán csillagképben, hanem a közelben van a többi bolygó is, ugye láthatjuk itt a Vénuszt, a Jupitert, a Szaturnuszt, a Merkurt és a Marsot is. Tehát volt egy nagyon szép bolygó együttállás is, és elképzelhető, hogy ezt a jelenséget, ezt megörökítették az egyik szentély építésénél, vagy alapításánál. Akkor most nézni fogunk egy olyan képet, amilyen látjuk középen a bikaölés jelenetet, körben pedig az állatövi csillagképeket.
A londoni Mitreum kultuszképének rajzát láthatjuk, tehát középen a már ismert jelenettel, és körben az állatövi csillagképekkel. A figurák ugyanazok, mint amelyeket a planetárium programban megismerhettünk, csak a kivitelezésük más. Ha pedig visszatérünk Aquincumba és megnézzük a Symphorus Mitreum környezetét, akkor megállapíthatjuk, hogy a szentély a városfalhoz közel egy félreeső helyen volt, és ezáltal védett terepet biztosíthatott egyéb tevékenységeknek is. A szentélyben, vagy a közelében a 3. század elején titkos pénzverde is működhetett. A helyszínt eddig nem lehetett beazonosítani, de megtalálták a készítéshez szükséges verőtő hátlapját, amit az első képen látunk, és mellette a feltehetően beolvasztásra váró fémtárgyakat. És ami még nagyobb szerencse, hogy pénzérmék is előkerültek. Amint egy 30 darab érme egyharmada származik a 3. század közepe utáni időszakból, és a legutolsók pedig Nagy Konstantin idejéből. A szentély pusztulásának dátumáról nincs pontos információnk, de valószínűleg nem csak egyszerűen elhagyták, mint a Victorinus Mitreumot, hanem a központi kultuszképet és az olyan tárgyakat, amelyek elengedhetetlenek voltak a szertartásokhoz, észrevehetően szándékosan törték össze. Még az is felmerült, hogy esetleg a keresztények álltak az események mögött. Minden esetre ezután már nem használták többet kultuszhelyként az épületet, de ekkora már maga a város is erősen elnéptelenedett. Az egész római birodalomra jellemző, hogy a Mithras kultusz rövid virágzást követően a 4. században kezdett visszaszorulni, és az 5. században el is tűnt már a köztudatból, hogy aztán sokkal később kerüljön újra elő, immár a régészeti kutatások egyik izgalmas tárgyaként. Zárásként pedig arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a Mithras kutatás nem állt le, a mai napig folynak ásatások, és bármikor kaphatunk egy újabb kiegészítést az eddigi információkhoz. Ezért is érdemes szemmel tartani a témával kapcsolatos híradásokat és az Aquincumi Múzeum Mithras témakörű programjait. Köszönöm a figyelmet!